Indul a nyári diákmunkaprogram, amelyre hétfőtől lehet jelentkezni. Erről tartottak tájékoztatót a pécsi Magtárban. 2013 óta biztosít forrást erre a lehetőségre a kormány. Baranyában is várják a dolgozni akaró fiatalokat. Minden évben több és több diák tud ebben a programban munkát vállalni. Ezek a diákok 16 és 25 év közötti középiskolások, illetve felsőfokú oktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók. Egyetlen feltétel ebből a szempontból, hogy ne legyen aktív munkaviszonyuk, és ők a nyári időszakban július 1-től augusztus 31-ig végezhetnek munkát. A tapasztalat szerint a júliusi időszakban szeretnének többen dolgozni a programban, hogy a keresetükből augusztusban utazhassanak, fesztiválokra mehessenek. A kereset alapján két kategória van a programban. Attól is függ, hogy milyen munkát vállalnak, hogy szakképzést igénylő az adott munkakör vagy sem. Ennek megfelelően az összeg is kétféle lehet, két kategóriába tartozik. Bruttó 244.500 forint, ahol szakképzést igénylő, és 200.100 forint ott, ahol nem. És ugye, ahogy említettem, adómentes, tehát, hogy ennek nagy részét meg is kapják. Országosan 4 milliárd forintot különített el a kormány a nyári diákmunkaprogramra. Ebből jut egy rész Baranya vármegyének, mondta a foglalkoztatási osztályvezetője. Ez Baranya vármegyére 226 millió forintot jelent, tehát ennyi az a pénzösszeg, ami rendelkezésünkre áll. Ebből több mint 1000 diákot fogunk tudni támogatni. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy az önkormányzatok, egyesületek, egyházi szervezetek, illetve cégek jelentkezhetnek, ha a diákokat szeretnének foglalkoztatni. A fiatalok fizetését a kormányzati forrásból biztosítják 100, illetve 75%-ban. Az osztályvezető azt mondja, érdemes minél hamarabb jelentkezni a diákoknak, mert népszerű ez a lehetőség. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályára kell bemenni a diákoknak. Személyokmányokat kell magukkal vinni, illetve a diák igazolvány az nagyon fontos, tehát azt mindenképpen kell vinni, hiszen a tanulói jogviszonyokat az fogja igazolni. A kérelmet magát a munkáltató fogja tudni beadni, úgyhogy az a munkáltató, aki szeretne diákokat foglalkoztatni, szintén a járási hivatal foglalkoztatási osztályára kell beküldenie a kérelemnyomtatványt elektronikus úton, és a székhelye, illetve a telephelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtania. Utána kerül a diák hozzá közvetítésre, tehát a járási hivatal munkaközvetítést végez, és akkor így kezdődhet meg a foglalkoztatás. Jelentkezni tehát június 17-től lehet a nyári diákmunkaprogramra, azonban a foglalkoztatás július 1-től indul, és augusztus 31-ig tart. Ebben az időszakban dolgozhatnak a diákok a program keretei között annyi hetet, napot, amennyit szeretnének, ez egyéni döntéstől függ.